Miként a pocsolya vizétől átázott kausira tapadok, sárga agya gölelő karjai közül kibontakozó kocsikerék, rettentő nyikorgás által felriadt lompos juhászkutya bundájába kapaszkodó kullancs kidület szemeiből alácsoduló könycseppjeiből felcsillanó illuminált rabló lovagváz ötyögős felvonó hídjából kiálló rozsdás vasszögek összetartják annak alkotó részeit, aképpen tartsa össze tisztelt gyülekezetet az egymás iránti szeretet s tisztelet. Tessenek csak közelebb, vegyenek, vigyenek! Tessenek kóstolni a virágos kuti ízeket! Itt vannak a mangalica termékek! Ide figyelj, múlja, mit árul a rózsa! Ide néz, ide láss, itt a végelodás! Nincs olyan ételem, ahol bemegyünk bárhol Csengertől Letenyéig. Hogyha azt mondjuk, hogy halászlevet kérünk, halételt ne lenne. Hogyha vadételt kérünk, ne lenne. Miért nem lehetne azt elérni, hogy ezekben az éttermekben pár kilogramm magyar szürke, racka és mangalica hús lenne, és akkor ez egy olyan erőt adna a tenyésztőknek, olyan keresletnövekedést indukálna, miközben az átlag magyar lakosság évente egyszer-kétszer, aki megteheti, többször fogyasztan a mangalica terméket. Terveznek ilyen szövetséget kötni az éttermekkel? Hát jó volna! A szalonna kinyíljen, meg a nagy kabát ne hagyjon el. Ez megfelel, mert ez nyugodtan lehet szalonnával is, vagy mi késen hagymával enni, vagy mi kenyérrel, de sütni is, vagy gyászolni nagyon jó. A vásárló tudatosulnak, hogy hát tényleg az őshonos állataink közül ez az egyik, amelyikén az őseink is túlélték, és nem volt koleszterin gondjuk, bajuk, meg érrendszeri problémájuk. Abban van gond, amit a vásárlóhelyekén vásárolnak, a sok tartósítószerrel, meg hatóanyagokkal, iszonyú anyagokkal kevert terméket veszik, és én szerintem ezeknek a hatása teszi betegé az embereket. Thank you.